Üdvözlök mindenkit, üdvözlünk mindenkit ebben a videóban egy elhagyatott, feltehetőleg elhagyatott és feltehetőleg ilyen parasztház jellegű vidéki, falusi házat fogunk megnézni, távol mindentől. Közben itt ugatok, ugye? Amúgy tele? Távol mindentől. Hát messze van egy jó 300 méterre, de hallatszik. Na nézzük meg! Nem, ezt valaki levágta, itt a gazt. Jó, felmegyünk, megnézem a térképet gyorsan. Hát, ja, ott van szemben a ház, aha. Akkor... Elvileg igen. Jó, felmegyünk. Azt hittem, hogy messzebb van. Itt a madár is beleszól. Hű, de jól néz ki. Azt a... Milyen... Rohadt jó helyen van. Hát már imádom. És idáig vágták le a növény. Hát itt nem lakik senki. Látod, mekkora növény van? Mekkora gaz? Ez mind csalán. Pedig én még ma gondolkoztam, hogy rövidgatyába jöjjek-e. Szerencséd van. De jól megszívtam volna. Hát ez biztos, hogy el van hagyatva. Wow. Az ilyeneket imádom. Az ilyeneket imádom. Nézd meg, hogy nyitva. Nem is kell megnézni, mert látom, hogy nyitva van. Ez a Szellem utca első szám. De nézd, milyen szép faragott ott. De mennyi egybe van már? Ahhoz képest, hogy a vakolat kicsit kopott, ott egy akasztó. Egy ilyen ruhafogas-szerű akasztó. Téglaj kilátszik az egyik oszlopból, le van kopva, vakolat hullik, nincs jó állapotban. Jó, akkor ennyi volt, amit domeltünk. Itt egy kis lépcső. Mi nem először körbejárnak, bár szerintem nem is tudjuk körbejárni, mert itt mögötte is van egy melléképület, látod? Látod? Gyorsan megnézem, bár már cipőn beázott. Látod? Itt visz valami állat feküdt le. Na, ott is. Tök érdekes. Lehet, hogy vaddisznók is járnak errefele. Sőt, biztos. Nézd meg, milyen rohadt jól néz ki! Ezt meg kell nézni, mielőtt bemegyünk. Hogyha be tudunk menni, persze. Látod, milyen... Miből volt összetéve? Az ilyen sár, meg ilyen vályok, meg ilyen mindenféle dolog. Hát ez már... Ez, lehet, hogy ez a régebbi része volt. És ugye újonnan épült egy másik, vagy a pince. Lehet, hogy volt egy pincé, és annyira be van nőve sajnos, hogy ezt nem tudom megmondani. Viszont azt a rohadt. Kijelzőn keresztül nem annyira jól látszódik, de szerintem gépen vagy telefonon, hogyha nézzétek, akkor jól néz ki. Ez rohadt jó! Nem? Ha! Milyen jó vagy már! Hát ezt most imádom. Ott egy kis veteményes kert. Ezt megvesszük. Ez már tetszik. Nézzük körbe. Aha, itt az épületnek a másik sarkának a maradványa. Az nagyjából ennyi. Gyümölcsös, ahogy látom, az minthogyha megy lenne, megy fa talán. Ez meg valami bara... Nem, az is valami. Valami gyümölcsös kert van itt mögötte. Húha, ja, meg bodza. Szerintem menjünk be, hát már tetszik igazából nekem. Na, készen állunk kettő kamerával, Dávid felkészült a GoPro-val. Hű! Biztos menjünk be? Szerintem ne hagyjuk igazából felé. Nem, menjünk. Jó, szerintem menjünk. Na, nézzük meg. A felében már kíváncsi vagyok. Ja, itt a tégla várja. Igen, ki az? Jó napot, jöttem Urbex-elni. Urbex Gyula vagyok a YouTube-ról. Hú, nagyon vártalak, hogy Gyula jövő! Köszönöm szépen! Na, tök jó, itthon vannak. Na.
Baszta rohadt. Menjél már! Legalábbis. Ez mindent hátrahagyva. Mekkora jó már! Figyelj, ja, nézd meg! Konkrétan... hát a vakolat. Vagyis hát a háznak a darabjai ott vannak a poháron. Vagy a pohár mellett. Ez valami akasztó. Ajtócsuk már be akkor, hogyha ott vagy. Ez kicsi, de tök feelinges, nem? Egyik ágy, itt olvashatott valaki. Amúgy ilyen esetekben arra szoktam tippelni, hogy valaki itt lakott, meghalt, aztán vége. Nem volt semmi, senki leszármazottja, vagy hogyha volt, akkor nem törődött a házzal, vagy ahol lakott, és pont ennyi. Ennyi szokott lenni az összes ilyen résznek a sztória egészen konkrétan. Sőt, volt olyan is, amikor az egyik mindent hátrahagyva epizód miatt írta egy illető, hogy az ő nagymamája lakott ott, és hogy tök jó lett a videó. Ilyen is volt. Ritka az ilyen, ja, ja. Azt nézd meg! Ez ilyen szotos pohár lehet abból a csíkból, arra következtetek. Ott vannak a gombok. Itt esetleg mi lehet bent? Aha. Hát néhány ilyen konyhai eszköz volt valamikor. Olyan pekecek, meg tál. Mi van ráírva? Oh, kórházas. Kórházas tányér, tök jó. Hú, meg egy képeslap, látod? Ez egy képeslap van. Üres szerintem, vagy annyira le van kopva, hogy el se lehet olvasni. Kiragasztották. Viszont Dávid barátom észrevette, hogy erre elvileg írtak. Amit leveszek, aztán majd visszarakok, hogy minden legyen érintetlen, sőt, akár fel is olvasom. 97-ből. Szia, papa, remélem, hogy jól vagy. Mikor pénteken hazamegyek, remélem, hogy ott leszel. Tetszik a képeslap? Nem volt szebb? Igen, nem volt szebb. Hát... jó, korrekt egyébként. A tanulás megyeget, de sokat kell tanulni. Most más többet nem írok. Szia, Móni. Cool. Oda visszatesszük, ahol volt. Begyürkézzük alá. Kész. Perfekt. Tök jó. Azért látszik itt, hogy... Igen. Ott is voltak. Ott is voltak képek, igen. Ott egy képes lap lehetett, gondolom. Mm-hmm. Érdekes. Egy évszámot keresünk már valamelyiken. De milyen jó lovas. Ilyen törölköző fal a védő. Nem figyelj. Ez milyen jó. 2006. Ott van 2002. Ja, igen. 2006. Falvédő fent. Hoppá, meg is van. Azt hiszem. Itt van az illető szerintem. Hát nyilván a varró eszközökből arra következtetek, hogy nő lakott itt, vagy hát a gombokból. Semmiféle ilyen szerszámot, vagy ilyeneket nem látok. Lehet, hogy pont ő volt, nem? Lehet. Aztán, hogy mióta nem használják, szerintem egy ilyen jó. Ó, még családi képek is vannak kint, azt nézd meg. Látod? Lehet, hogy pont ő vagy az egyik unokája, gyereke. Ott is, meg egy szent kép. Ott meg valami, ez is egy ilyen szent kép valami templomról. Ez. Hú, ilyeneket tudod, hogy milyen rohadt nehéz találni? Ilyen, ez mindent hátrahagyva konkrétan. Na, ilyen tükör van a mamámnál is. És még működik. Az még működik. Ja. Nincs eltörve. Szerinted van benne áram? Nem hiszem. Itt van egy kapcsoló.
Mondjuk én lábát nem is látok. Ilyen ki van húzva, nincs benne égő. Ez mekkora komoly. Ez baromira tetszik, és itt van az ágy bevetve. Látod? Hahuta. Hahuta. Nézd meg, ezt figyeld, milyen rohadt jó falusi. Imádom. És még van egy másik helyiség. Ami szintén fullos. Itt vannak még a ruhák benne, ezt nézd meg. De jó ég, meg a bőrönd. Hát aztán megvan a legújabb mindent hátra, hogy van rész. Olyan sokan kérték már, hogy legyen, de hát ez ilyet rohadt nehéz találni, és itt van még a bőrönd. Belenézem. Hát megfogom. Azt nézzetek meg, látod? Ott van még kettő szék. Az épület meg ázik be. De maga a gerendák azok egybe vannak. Tehát sehol sincs eltűrve, vagy ilyesmi. Hát azt nézd meg, hát itt rosszabb a helyzet. Látod? Mm. Hát ennek a háznak nem mondok ilyen 4-5 évet, aztán összedől. Ojojojoj! 1985, de milyen szépen varrott. Országos pszichológiai, túl sok kórházban voltam. Országos piackutató intézet. Ilyet én még nem láttam varva egy naptárat, de ez nagyon ott van. Mondjuk én semmiféle ilyen fürdőszobát, hogy csapot nem láttam, és szerintem ő itt fürdhetett. Látod? Hát nem igazán látok semmiféle. Hát ez a kettő helyiség van. Ugye? Uh-huh. Nincs más. Ekkor az épület. Szintén egy naptár. 85-ből. Az is 85-ből fent. Meg vannak ilyen kis apróságok. Krimlikőrt ivott utoljára. Milyen kis ez játékfés. És másik szekrény, húbárjál csak. A József meghalt 1977. szeptember 11-én. Hát ezt majd kifogom blőrözni szerintem, itt a teljes nevük is itt van, de hiszem, hogy rájuk lehet találni. Valamit benyáltam, ugye? Yeah. Száll a por. Dokos. Olyha. Rengeteg ilyen feljegyzés, hogy ki mikor halt meg. Van leállt egy rokonok. Meghalt 68-ban. Meghalt 66-ban. Érdekes, ilyet még nem láttam, hogy valaki ezeket írja fel. Ja, levetted a bőröndöt. Parancsolj. Nem hiszem, hogy annyira sok dolog lenne benne. Uh-huh. Régebbi dokumentumok. Ah, vannak benne doksik. Ez a te. Szóval egy gyűjtemény. Vannak benne doksik. Oh, ne. Ez micsoda. Ja. Magyar Nemzeti Bank. Egy párba olvasgassunk bele, hogy megtud. Oha. Uh-huh. Nézd bele. Egy pénztárca. Ez ja. Biztos üres. Üres. Ja. Üres. Egy pár dokumentumból olvasunk bele, hogy megtudjuk, hogy egy nagyjából valami történetet, vagy akármit, ami lehet bármi. Csak tagsági könyv. Itt vannak a nevek. Tagsági könyv személyes adatokkal igazából. Semmiféle olyasmi. 1983. Ból, aha. Fú. Hát meg ez mit csinál, nézd meg, ez valami fali dísz, de mintha faragva. Aha, ez a falon volt rajta. Török. Meg a hűtő. Volt hűtő, most látom. Ki van pakolva.
Hát gyerekek, összességében ennyit, volt egy kis asztal. Látszik az épület állapotán, hogy az utolsókat rúgja, meg hát a Csilláról még nem is beszéltünk egy szót. Dávid, átadom a szót. Köszönöm szépen. Ez a Csillár a 87-es éve gyárt. Nincs bennék. Látszódik tehát, hogy itt nem igazán jártak. Vagy ha jártak, akkor nem verték szét, és olyasmi dolgot vittek el, ami érték. Mondjuk lehet, hogy volt például a tévé, vagy a rádió, vagy hasonló. Ugye most nincsen. De ez valami... Itt egy zsák. Zsákba. Cukordió magyaró. Majdnem. Kukoricacsúhely. Hát ez... Várjál, ez micsoda itt az asztalon. Ez is valamilyen dísz részből lehet, vagy valami ilyesmi. Mohács. Egy ilyen címerszerűség. Egy kis cuki kis tál. Meg ez is valami dísz volt valamikor. Erre emlékszel? Tutuván. Atya úristen, imádtam. Jézusom, de imádtam. Gyerekként. Azt hittem, hogy tazó. Nem. Meg egy ilyen valami kis majom. De minden ugyanúgy van, de azt nézd meg, tehát ott itt van az a szalma, a szalmás párna bevetve az ágy, de mennyi egy-kettő ágy volt itt. Meg van itt is még egy. Meg bent is van még. Több még volt az ilyen. Basszus, imádom! Te nem imádni való? Ezt nézd meg. Ott is egy táska. Gondolom, ott is ruhák vannak benne. Megnézed? Uh-huh. Hát igen. Ebben zacskók vannak. Aha, a zacskó meg néhány ruha. Meg ez egy zacskó. Ilyen egy ruha. Meg hát azért látszik, hogy alul is össze vannak túlva a ruhák, tehát nyilván itt már jártak bent a... Lehet, hogy a pénzt is megtalálták, amiket a néni, hogyha egyetlen néni lakott itt, akkor eldugta. De ez mindent hátrahagyva. Imádom. Nézd a földet. Valami lepkék. Bejöttek, aztán megpusztultak. Meg az a fémtányér, ez milyen jó ma. Almás. Ilyenkor szoktam ugye utána fényképeket készíteni, és akkor beleélem magam, belegondolom, hogy milyen lett volna itt mondjuk így ilyen 20 éve, hogy itt valóban egy teljesen tisztaság volt, rend volt, amikor éltek, lett ketten éltek itt. Imádom. Ezt mondtam már? Azt mondtam, ja. Egy pár dokumentumot ugye mondtam, hogy megnézzünk, nem mintha annyira sok mindent mondanának el, de ez olyan régiesen néz ki, nem? Uh-huh. Régiesen van összehajtva. Na. Adóhivataltól jött határozat. A tárgybani kérelemnek helyt adok, és megengedem, hogy XY és XY lakosok illetéket 65 június hótól havi 300 forintos részletekben fizesse meg ezt a kiszabott 5250 forintot, ami 65-ben azért nem volt kis pénz. És itt van ugye teljes nevük azoknak, akik itt laktak, tehát János és Mária. Házas pár, és gondolom utoljára a hölgy mehetett el. 65-ös passzus. Eszméletlen régi. Hát látszik is rajta, hogy így néz ki. Ez valami kis könyv. Jó tálási jegy. 74-ből. Ez igazi urbex. Dobos. 80 Budapest. XY János elvtárs és neje, mint fiai parancsnoka, illetve politikai tisztje, ezúton is köszönetemet fejezem ki önöknek, hogy két katona fiúk a hadseregben becsületes és katonai magatartást tanúsít. Mekkora? Legyenek büszkék arra, hogy egyszerre két ilyen gyermekük teljesít katonai szolgálatot a haza érdekében. További helytállásukhoz, úgy önöknek, mint a két fiúnak jó erőt, egészséget kívánok. Budapest 1980. június 21. És itt van a kis titkár és a hadnagy.
Azért ez akkoriban rohadt nagy elismerés, hogy csak így küldenek egy levelet, hogy nem semmi. Ez történelem. Aztán van még itt egy, ami talán érdekes lehet, hát annyira. Megállapodás szarvasmarha értékesítési szerződés helyett. TS, MGTS. Egy kézzel írt levél. És nézd meg ennek az anyagát, ez olyan, mint egy ilyen szövet lenne. Aha. Na ez talán még érdekes lehet. Érdekes. Legalábbis ahogy írásból látom. Kedves szüleim és testvéreim, leveleteket megkaptam, nagyon örültem neki. Az eskü még nem tudom, hogy mikor lesz, majd a következő levélben talán már meg tudom írni. Én is szeretném, ha eljönnétek látogatóba, meg eskü után majd már haza is mehetek. Ez gondolom a katona időszakáról szól. És otthon már bővebben tudunk beszélgetni. Anyu, te meg nyugodjál meg, nem sokára hazamehetek, vigyázz magadra, és végettem, ne aggódjál. Kedves édesapám, neked sok erőt és boldogságot kívánok, meg az egész családnak. A Zoli meg nyugodjon, mert addig, amíg én katona vagyok, őt nem viszik el katonának. Osztarohat, ez nem semmi. Csak úgy, ha kérvényezi. Zárom soraimat, sokszor csókoltatom az egész családot, Jóska. Ugye, jó, mondom, akkor a fiát is Jóskának. Ugye, az volt? Ami igen. Aha. És akkor évszám 75. Január 22, este 7:30, így kírva betűvel. Kemény. Nem semmi. Hát igen. Rosszul mondtam, mert az édesapját azt, hogy volt? János volt, ugye? A fia meg Jóska, ugye József. Tehát rosszul mondtam, hogy ugyanúgy hívták mind az apját. Érdekes. Hát 75-ből gyerekek. Nem ma volt. Tehát már aki ezt írta, már öreg ember. Érdekes történelmi. Visszautaztunk az időbe. Kicsit. Elsőre talán fel sem tűnik, de a két levél összefügg. Én abban a sorrendben olvastam fel, ahogy találtam őket, de ha figyelembe vesszük az időrendet, akkor láthatjuk, hogy az első, 1975-ben írt levélben Jóska azt írta a szüleinek, hogy amíg ő katona, addig Zolit, aki feltehetőleg a testvére, nem vihetik el, csak hogyha kérvényezi. 5 évvel később pedig a szülők levelet kapnak német Sándor hadnagytól, amiben elismerését fejezi ki a szülők felé a két katonafiú magatartásával kapcsolatban. Szinte majdnem mindig megszoktam nézni utólag a fentről.hu-n, hogy hol jártam és hogy nézett ki az adott épület és környezete évtizedekkel ezelőtt. Eléggé megdöbbentem, mikor láttam, hogy az 1973-as műholdképen ott, ahol ma már szinte semmi sincs, egy egész utca volt, és még a ház másik fele is épségben volt. A videó végén pedig feltehetőleg ennek a már rég elbontott épületnek a pincéjét találom meg. A gyerekek, mit mondhatnék? Egészen elképesztőek az ilyen helyek, imádom. Tehát, hogyha mondanom kéne olyan helyeket, amik a legjobban tetszik, laktanyák, gyárak, kastély, stb. Ilyen elhagyott parasztházak, az ilyen érintetlen, ilyen kietlen, vidéki, mindent hátrahagyva, ezek a legjobbak. Most nézzetek meg, tehát
Ez valami egészen elképesztő. Imádom ezt a helyet. Remélem nektek is tetszett ez a videó. Nekem nagyon tetszett. Dávid, neked tetszett? Tökéletes volt. Imádta a Dávid is. Szóval tudtok követni Instán, tudtok támogatni Patreonon extra tartalmakért. Én Urvesz Gyula voltam. Dávid barátom segített. Sziasztok. És itt a légy is. Megyünk. Na, kijöttem az épületnek a homlokzatához, itt van ugye a hálószoba ablak. Így néz ki kívülről ez a rész, és amit érdekességként észrevettünk, nagyjából megpróbáltam megkerülni az épületet, kevés sikerrel, akkor a növény van már. Amit én észrevettem, az, hogy itt van a kút. És megkérem Dávid kollégát, hogy valamit dobjon bele, hogy van-e benne valami, de szerintem... Hát... Szerintem van, mehet. Csobbant? Hát ez nem. Várjál, ne próbálok még egy valamit beledobni. Nem, üres. Ja. Ez volt a kút valaha. Ez egészen, hogy is mondjam, álcázva van, nem? Látszik, hogy van rajta valami egy pár ilyen régebbi rozsdás. Rozsdás? Rozsdás fa. Korhat fa, de nagyjából ennyi. Hű, most van vége. Amit észrevettem, és amit szóvá akartam tenni a videó legelején, hogy nincs rajta házszám, de van rajta házszám, és most vettem észre, gyerekek. Csináltam egy ilyen külső gépet róla. Azt a rohadt. Ezt kapjátok ki. Ott van a házszám. 226-os. Konkrétan a téglába van rajta már csak a házszám, de még mindig tartja magát. Egészen durva. És hát itt errefele el lehet sétálgatni, harcolni a bozódba, és ennyire durván összenőtte a növényzet a házat. Hát arrafele nincs semmi, talán ilyen kert része volt, ugye az elején láttunk ilyen gyümölcsfákat, itt is van, aha, látjátok? Itt is van. Ez megy, szerintem, hogyha tippelnem kéne. Meg az is ott. Hú, meg ez is. Ez is megy lehet. Szerintem. Brutális. Annyira jó a környezete, nem? Uh-huh. Jött a postás, azt mondta, bocsánat, ez a 226-os számú? És akkor ilyenkor rámutatsz? Nem, a másik felén, ott fölötted. Ja, nem néztem ám, hogy hol van. Ott fölötted, és akkor? Ja, akkor ön ugye az XY. Igen. Jó, akkor megyek. Nem értettem az egészet. Most kinek mondod, hogy ja. Éppen mentünk kifele, visszafele, amikor arra lettem figyelmes, hogy... Hangosan mond. Hogy ott egy pince. Megtaláltam a pincét, gyerekek. Ezt kapjátok ki. Be van omolva mindez állat, de ez a pince. Vagy ez volt a pince, inkább így fogalmaznék. És... vagy valami... Nem, ez pince. Vagy valami sima alagút, csak a szovjeteknek. Amúgy nem. Ez valaha egy pince volt. Lehet, hogy... hát nem úgy néz ki, mint a befalaszták volna, az egyszerűen bedőlt. És így néz ki. Tehát olyan nehéz észrevenni az útról, de ez tényleg ennyi. Ennyi. Na most már szerintem ezt a témát zárjuk már, mert már elköszöntünk, már benn már egy órája kb. Szóval köszönj te is most. Sziasztok, egy utolsó. Most már tényleg utolsó, most már ne találjunk már semmit, jó? Remélem, becsukom a szemét. Tehát hogyha a aranyszarvasnak a darabét találjuk meg, akkor se, akkor jó? Haza. Semmi érdekességet nem találunk, jó? Még ha második világháborús cuccokat találunk, akkor se. Még ha egy tigris tankot találnánk, még akkor se. Jó? Semmit. Cső. Kövessetek Instán, meg a Patreon. Ez nem egy autód, de nem egy roncs. Egy roncs? Hol?